Sziasztok! Bár a héten többnyire Warcraft lázban égnek a mozitermek, azért nem árt más filmekre is kikacsingatni, hiszen megérkezett például Shane Black új akcióvígjáték a Russell Crowe-val és Ryan Goslinggal. A rendes fickók trélerjei nagyon kecsegtetőek voltak, a készítők és a sztárok is olyanok, akik miatt sokszor érdemes beülni a mozikba. A rendező már bizonyított sok filmmel, többek között ő írta a halálos fegyvereket, aztán a durdur és csókkal azt is megmutatta, hogy rendezni is tud ilyen cool buddy movie-kat. Szóval vártam a filmet nagyon, most megérkezett, és milyen jó, hogy itt van. A történetről csak röviden, van két nyomozó, akik erőszakosak, van őket sem vetik meg, isznak ha kell, nem túl egyenes jellemek, de valahol mélyen mégiscsak rendes fickók ők, illetve az egyik inkább csak verőlegény, nem is nyomozó, a másik meg egy szerencsétlenkedő figura. Bár nyomozó. Egy pornósztár látszólagos öngyilkossági esetén kezdenek el nyomozni, aztán egy lányt is elő akarnak keresni, majd egy főügyésznő is a képbe kerül, a szálak egyre bonyolultabbak, és bizony a két magánkopó a 70-es évek Los Angeles-i alvilágába találja Shepard alatt magát. A rendes fickók azt a mesdjét követi, amit Shane Black a halálos fegyverekkel az utolsó cserkészsel kitaposott, és teljes mértékben szellemi társa első rendezésének a durdur és csóknak. Akik bírják ezeket a filmeket, főként akinek bejött a durdur, eszement humora és forgatókönyvírói bravúrja ügyességei, azt szerintem most sem fog csalódni. A két film amúgy nagyon hasonlít egymásra, én bevallom, azt is nagyon imádtam, de itt talán még egy lapáttal rátettek mind a tempóra, mind humorban. Itt is a két főszereplőn van a hangsúly, ők vannak a középpontban, és a karaktereik borzasztó jó ki vannak dolgozva. A két szuper színész pedig bridírozik ezekben a karakterekben. Crowe egy erőszakos kemény legény, aki sokszor inkább észnél van, mint piás társa, aki egyedülálló apaként neveli lányát, és még az ügybe is belerángatja kislányát. Ráadásul értelmi szintje sincs néha a magaslatokban, és a náci németeket látja minden számára nem szimpatikus figurában. A kialakult ügy tehát a szintjüket bőven meghaladja, viszont azért kiderül, hogy a szívük helyén van, úgyhogy csak felveszik a versenyt a gonoszokkal. A két színész láthatóan nagyon élvezte ezeket az elcseszett figurákat, Gosling igazi komédiás lett, sokszor eszembe jutott Danny Jr. a durdur és csókból, de azért mégiscsak tudott egyedi lenni és valami új. Crowe-nak pedig jól áll ez a keménykötésű brutál ember szerep, ugye ezt már azért bizonyította párszor, kellően lazán tolja most is és elég cool tud lenni. Élvezett nézni kettőjük minden ökölködését, márpedig ezekből bőven akad a filmbe szerencsére. Ugye a humor egy nehéz dolog, sokszor minden embernek más és más vicces, máson tudunk nevetni, más tartunk humorosnak. Hát nekem ez a film pokolian szórakoztató volt, hozzáteszem, sokszor ez a humorvilág elég mocskos a filmben. Nem finomkodtak az alkotók semmilyen téren, káromkodás, cinikus beszólások, csöcsök, vér, tócsában, fröccsen minden, robban, halál, nem a korhatára vágás volt a szempont, az tuti, de azért ez mégiscsak egy akcióvígjáték krimi maradt, tehát nem megyünk azért át el a véresen mocskos dologba, de azért úgy nem finomkodik a film. A nagyszerű párbeszédek, figurák mellett a cselekmény is egész izgalmas tudott lenni, végig fent tudja tartani az érdeklődést és fordulatokat tud hozni. Jó, nem kell itt nagyon nagy bravúrokra számítani, vagy hatodik érzéki csavarokra, de azért ő meg tud lepni jó sokszor. Forgatókönyv tényleg nagyon ügyes etére. Mindig akad egy-két ügyes húzás, ami meglepi a nézőt, egyszerűen így kicsit így kicsavarja a zsánert. Alapvető panelekből építkezik, de mindig meg tudja fordítani azt, hogy valami váratlant húzzon. Ráadásul, mikor akció van, azok is teljesen rendben vannak. Szóval a haverzsarú filmes műfa ismét feltámad, egy végtelenül laza és cool film a rendes fickó. Mocskos szórakozás a film, viszont mocskosú szórakoztató. Kriminek, vígjátéknak, akciónak is megállja a helyét, bár azért mondom, inkább a humor felé villan a mérleg, sőt, nagyon durván. Néha a cselekmény kárára is mehetne picit, egy-két helyen rezeg a léz, viszont engem egyáltalán nem zavart, hogy a poénkodást választották inkább itt-ott. Tényleg sok meglepő jelenet van benne, ami mi magunk is nevetve pislogunk sokszor, hogy most ez hogy a fenébe. Akiknek a durdur és csók bejött, azok fussanak a moziba, mert ez a film talán még nagyobb hőfokon ég. Nagyon hasonló elemekből építkezik, de mégis tud egyedi lenni. Számomra az év eddigi egyik legszórakoztatóbb darabja, én ezért 9 filmesztelen sellőlányt adnék a 10-ből neki, és tényleg ajánlom, hogy nézzétek meg. Sziasztok! Love and a happiness. Love and a happiness.